Kettő egyre megnyerte a labdarúgó Románia kupa elődöntőjének első menetét a Krajovai Universitátja ellen a Sepsi Szentgyörgyi Sepsi OSK. A visszavágót május 10-12-e között rendezik Krajován. Fergeteges hangulatban győzte le a Sepsi Szentgyörgyi Sepsi OSK a Krajovai Universitátját a labdarúgó Románia Kupa elődöntőjének első menetében. A sikerhez a közönség biztatása jelentős mértékben hozzájárult, fogalmazta meg a játékosok véleményét is a klub tulajdonos Diószegi László. Büszke vagyok a csapatomra, büszke vagyok erre 6500 szurkolóra, ez egy nézőcsúcs Sepsi Szentgyörgyön. Őszintén mondom, könnyekkel a szemembe kell azt mondjam, hogy köszönöm, úgy a szurkolóknak, mind a csapatnak egy nagyszerű mérkőzésen vagyunk túl, talán... A döntő is látszik. A házigazda csapat először a 15. percben egy jobboldali barbut szóló után talált be a befejező ember szerepében Stefaneszkuval. A mérkőzés azonban nyitott maradt és Krajova a második fél időben egyenlített, a Gusztávó műesése után megítélt büntetőből. Az OSK nem omlott azonban össze, és a 87. percben egy mintaszerű ellentámadás végén Golovka megszerezte a győztes találatot. Egy nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl hisz, hogy mindenki tudja, a Krajva három fontos mérkőzés nyert meg a felsőházban, de nagyon jól készültünk mi ezen a héten, és az első forduló sikerült megnyerni, de egy nagyon nehéz visszavágó fog ránk várni ott Krajván, Teli stadionnal de mi felkerüljünk készülve mindenre, és nem szabad innen elszalasztani a döntőt. Mindkét csapat kinyilvánított célkitűzése a serleg elhódítása. A sepsi szentgyörgyi siker annál figyelemre méltóbb, hogy Krajova az utóbbi három bajnoki mérkőzését meggyőző fölénnyel nyerte.